Jó. Mert hogy előkerült, hogy bár fönt van a tavalyi, meg tavaly előtti repo, én ma szembesültem vele, hogy a 2016-os tavaszinál van még nálam pár commit így a sufniba, úgyhogy majd ezt fel fogom tolni. De hogy a 2015 őszi házi az teljesen kész. Az utolsó, ötödik leadás is benne van. Most annyi, hogy én javaslom mindenkinek, hogy nézzen már bele ebbe a kódba, mert hogyha itt szépen a branch-et lenyitjátok, van egy ilyen tags rész. És ki tudod választani, hogy hú, a második házimat hogyan kellene elkészíteni. Megnézed, hogy mi volt a második háziban a teljes kódbázis, tehát ennyi volt az Express alkalmazás része a második házinak, ennyi volt a package.json, egyetlen egy dependenciával, semmi más, és statik könyvtár benne, pár izgalmas dolog. A harmadik háziban pedig minek kell még benne lennie, csak hogy itt szépen mutogassam, ez a harmadik házi. Itt fel van építve szépen a struktúra, erről ma mindenképpen beszélni fogok, van egy config könyvtáram, tök üresen van egy middleware, ezt kell majd szépen feltölteni, itt a különböző könyvtárakban vannak szétszórva a különböző middleware-ek, van egy models. Itt el vannak készítve, kimokkolva az összes modell, hogy hogyan keres, hogy keres meg egy elemet. Ez nem része, már előző fél évben sem volt része a házi feladatnak, ugyanis ezen nagyon sokan megakadtatok. Tehát, hogy ez már nem kell. Viszont, hogyha megnézzük a 2016 tavaszinak a harmadik háziról beszéltem, igen. Akkor itt látszik, hogy már modellkönyvtár nincs is, jó? Tehát a következő házi az tényleg úgy néz ki, hogy middleware könyvtárban vannak ilyen mindenfajta furcsaságok, és csak annyi történik, itt mondjuk egy modellt pont betöltök, de hogy alapvetően ez a pár sor kell, ez az egy sor, illetve értelmesen ledokumentálva, hogy mi történik az adott middleware-ben. Most pont kiúztam egy olyat, ami annyira nem izgalmas, de tessék, itt van, lekérdezi az employee-t az employee ID paraméter alapján, hogyha nincs olyan, akkor átirányít, hogyha van olyan, akkor meg elhelyezi a res.apl employee-ra az adott entitást. Jó? Tehát, hogy így kell a mostani házi feladatot is megcsinálni. Most órán meg fogom mutatni, hogy én az új házimba, ami közben készül, hogyan jutnék el egy statikus sidebuilt-tel egy middleware struktúráig, hogyan kell azt felépíteni, hogyan kell a routingot megcsinálni. Jó, a mockupban van nekem a mockupom, a statik az előző háziból jön, ugye, és vannak ezek a rútok. Ezek nagyon-nagyon szépen tudnak kinézni. Ahogy látjátok, middleware-eket iratkoztatok fel különböző rútokra, és a végén nem tudom én miért, igen, mert ez a törlés, itt van egy átirányításom, de egyébként majdnem minden egy render middleware-be fut ki. Ez a render middleware tök üres, jelenleg, jó? Tehát a következő házi csak arról szól, hogy fogjuk fel, hogy milyen feladatot találtunk ki, találjuk ki, hogy milyen routinggal lehet ezt értelmesen megoldani, hozzuk létre a megfelelő middleware-eket. Egyrészt így látni fogjátok, hogy mit kell majd így a tárgy végére elkészíteni, tehát hány dobozba kell valamit pakolni, hogy ez az egész cucc működjön, illetve hogy hogyan lehet ezt az egészet dekomponálni szépen a munkátokat. Jó, hú, már nagyon jó, sokat beszéltem arról, hogy mit kellene megcsinálni, de most meg is mutatom. Így néz ki az én statikus login page-em, innen kezdődik az alkalmazásom. Ugye nekem egy ilyen szendvics, összetevők, majd egy kalkulátor, amit szeretnék elkészíteni a fél év során. Látszik, hogy a szendvicseimnél föl vannak sorolva a szendvicsek, látszik, hogy miben mi kell. Két saláta kell ebbe, meg három sajt. Mértékegység nincs, senkit nem érdekel, jó? Tehát, hogy ilyen egyszerűsítések belemehetnek. Ha új szendvicset akarok hozzáadni, akkor megjelenik egy ilyen nagyon kedves felület, be tudom írni a szendvics nevét, például húsimádó vega, és akkor összepakolom, hogy mi kell bele, hogy mit tudom én, abba csak saláta kell, vagy csak hem. Ugyanígy van egy ilyen ingredients, ja, és tudok törölni. Na ez az, amihez nekem sincsen screen-em, mert minek. Ugyanígy a modify gombok nem működnek, jó? Mert hogy ez az add és a modify általában azonos. Vagy hát, hogyha jól csináljátok meg az alkalmazást, akkor azonos. Van egy ingredients fülem, ahol az összetevők vannak felsorolva, nem sok mindent tudok vele csinálni, mint törölni és hozzáadni, megvalósíthatnám egyébként a módosítást is, de ugye egyetlen egy entitásom kellett az összes műveletet, a létrehozást, megjelenítést, módosítást és törlést megvalósítani. És van egy tök jó kalkulátorom, ami a szendvicseknél be van kötve, tehát onnan át van linkelve. Be tudom írni, hogy szeretnék 5 ilyet, 4 milliárd ilyet, és akkor rányomok arra, hogy calculate,
Kiírja, hogy egyrészt az adott szendvicshez mennyi dolgot kell vásárolnom, ez ilyen nagyon egyszerű szorzással jön ki, bár a 23 nem osztható 12-vel, de ezek sideviewben meg statikus oldalakban ez annyira nem izgalmas, meg a két saláta sem tud kijönni. Illetve ide legalúra majd egy ilyen összesítést fogok kirakni, ez amiben az enyém most így hiányos, ami felsoroljam, hogyha ezt az összes szendvicset meg szeretném csinálni, akkor összesen miből mennyit kell vennem. Körülbelül ilyen bonyolultságú házikat találtatok ki. Azért van, aki elszállt, ott odaírtam, hogy no, nem biztos, hogy ezt ennyire kellene, mert én meg jegyet szeretnék adni. Van, akinek meg túl egyszerű volt, ott meg odaírtam, hogy egy picit bonyolítsunk. És van egy logoutom. Zseniális. Tehát ennyi az én alkalmazásom. Ugye a screeneket már elkészítettem. Azok itt vannak ebben a statikban, szóljatok, ha nem látszik, mert próbálkozok ilyen színsémát váltani, meg azt tudom, hogy ezt egy kicsit bele kell állítani. Szóval így néz ki az én kedves kis alkalmazásom, hogy már látom, hogy hány különböző része van, vagy hány különböző screenje van, de ez ugye nem elég ahhoz, hogy rögtön nekiessek és ledaráljam az egész alkalmazást, ki kell találnom, mi a routing, ki kell találnom, milyen middleverek vannak benne, ki kell találnom, hogy ez az egész hogy pattan össze. Érezhetően kettő darab modellen van, vannak a szendvicsek, meg vannak az összetevők. Az, hogy minek milyen attribútumai vannak, ez már a vizualitásból kiderült, tehát hogy egész egyszerűen, ha van egy formatok, és annak vannak mezői, akkor nagy valószínűséggel, amit oda beírtok, az meg kell, hogy jelenjen a modellben, különben nem tudjátok tárolni. Jó? Tehát hogy egész szépen össze tud érni fejben egy ilyen projekt, hogy hogyan érdemes felépíteni, ha már vannak mondjuk screenek, de ez lehet egyébként papíron is. Tehát nagyon sokszor úgy kezdődik egy ilyen munka, papíron valaki lerajzolja nektek, mit akar, kiderül, hogy nem érnek össze a screenek, ide kell még egy mező, és onnantól már tök könnyű modellt tervezni. Jó, de hogy ezek vannak, sokan kérdezték azt, hogy jó, oké, de mindig fájlom, így kezdődik. Templating, jó? Egyházival odébb, meg egy héttel későbbi gyakorlat, vagy két héttel későbbi. De minden egyes fájlom teteje az ilyen szépen néz ki. Itt van egy extra sor, ez nem tudom miért, valószínűleg ez is ilyen copy-paste mágia. De hogy szépen meg vannak csinálva ezek a dolgok, látszik, hogy Bootstrap-et használtam, benne van mindegyikben a menü. Na, de most ez számomra a kevésbé izgalmas dolog. Hanem kezdjek el abban gondolkodni, csinálok egy ilyen nagyon kreatív dolgot, hogy milyen rútjaim vannak. Tehát, hogy milyen olyan URL-eket kell nekem felpattintanom, amitől ez az alkalmazás működőképes lesz. Hát először is célszerű az, hogyha valaki megnézi a weboldalatokat, nem úgy, mint ezt, akkor így valami betöltődjön. Jó? Tehát nagy valószínűséggel kell nekem egy olyan middleware vagy root, ami megmondja, hogy a bejelentkezett felhasználókat a sandwich listára, a nem bejelentkezett felhasználókat meg a loginra irányítsa át. Fő oldalnak fogom szegényt hívni. Szendvicseket listáznom kell valahogy. Ehhez is kell nekem egy page, nézzük meg, hogy itt hogyan hívtam. Sandwiches. Nem így kell írni? Nem. Így. Jó lesz? Hát, szégyen szemre egy Google keresés meg fogja mondani, hogy elírtam-e. Tökéletes. Sandwich recept. Recept. Mindegy, engedjük el. Jó, tehát van egy ilyenem, elnézést, egy ilyenem, ami listázza. Most, ha így naívan elkezdek nekiállni, akkor hú, van egy olyan, ami hozzáadja, van, ami törli, van, ami módosítja. Ó, várjunk a módosításhoz, nekem tudnom kell azt, hogy melyiket módosítom, tehát itt valószínűleg van egy ID. És ezen a ponton szoktuk elszúrni, jó? Pont itt. Mert hogy mi történik, hogy ezt így fölcserélem? Ez, jó, tételezzük fel, így tudom megtekinteni a szendvicsemet részletes nézetben. Mi történik, hogyha megnézem a sandwiches per addot? Betölti a szendvics részletes nézetét úgy, hogy az ID értéke add lesz. Jó? Nagyon oda kell figyelni, hogy hogyan rakjuk össze az alkalmazásunkat. Tehát vagy így csinálom, hogy details per, vagy lenyelem azt a békát, hogy add nevű, vagy add ID-ú szendvicsem nem lehet, és akkor egész egyszerűen ezt a middleware-t ide a legvégére rakom. Hogyha erre illeszkedik, nem engedi tovább futni a middleware láncot, ha erre illeszkedik, nem engedi tovább futni a middleware láncot. Viszont az ID-ba ide az add és delete sosem fog leérkezni. Jó? Ez így megvan? Vagy ilyen feliratkozásokkal ez, hogy vagy ez a mágia? Pont.
Így van, viszont az összes tud gettesteni, mert a hozzáadásnál gettel fogom lekérdezni, mert egy formot fogok megtekinteni, a szendvics részletes nézeténél is egy get fut be. Szét tudom választani, hogyha resztes apit írok, akkor ez egy nagyon jó dolog, hogy a funkcionalitás ez alapján is elválik, viszont itt tök mindegy, mit csinálok, gettel fog ebbe az oldalba befutni, mert hogyha ezt a szendvicset meg akarom a barátommal a Facebookon osztani, el fogom neki küldeni a linket, mindenképpen gettel érkezik, akárhogy varázslom az alkalmazásom. Jó, ilyenkor vagy azt érdemes csinálni, hogy az előtagok kellően eltérnek egymástól. Jó, tehát hogy lehet ilyet, vagy bármit belerakni ebbe az egész varázslatba. Menjek vissza. De talán a legjobb az ez a fajta változat. Jó, módosítani szeretnék egy szendvicset, és hogy mindegyik ugyanolyan hosszú legyen, ezt így fogom megtenni. Ez ugyanúgy problémát tud akkor okozni, hogy ez a szendvicsíz, ez éleszkedik ugye erre is, mint tanultuk, itt van egy ilyen csillagocska minden egyes rút végén, és ez is illeszkedik erre, és ez is illeszkedik így. Jó? Tehát nagyon oda kell figyelni, hogy a routing táblámba, vagy hát az expresses routing valamibe, milyen sorrendbe veszem fel őket. Mert hogyha ebből a sorrendbe veszem fel őket, akkor az egyes láncok nem engedik majd tovább futni a kódomat, tehát a sandwiches per add, ez sosem fog elérkezni ide, és ez sosem fog elérkezni ide. Jó? Megvagyunk még? Ez az előző előadáson azért volt, hogy hogyan illeszkednek, hogyan nem. De nagyon lementem ilyen makroszintre, úgyhogy megyek vissza a szendvicsekhez. Vannak ingredientsem is. Hogy miért több eszem, azt ne kérdezzétek, szeretem a hosszú URL-eket. Tehát van egy ilyenem, van egy copy-paste, az mindig hasznos. Legyen ez, tényleg le fog törni a kezem, hogy ezt végig lekódolom. Van egy addom, egy delete-em, itt ugye nincs módosítás, viszont van egy listázásom. Mi van még? Nézzük meg az alkalmazásomat. Nagyon szép, van egy loginom, azt persze, hogy elfelejtettem. Van egy logoutom, ami tudom, hogy átirányít, de azért ki fogom szegényt vezetni, hogy ide is egy get kéréssel bele tudjak majd futni. Van egy kalkulátorom. És ennek van egy result része. És így nagyon-nagyon szétszettem, jó? Tudom, hogy nagyon sokan ilyen, legyen ez modál, meg legyen ez REST API, meg nem tudom, én egyetlen egy endpointom van, és oda a get paraméterbe leküldöm, hogy mit akarok csinálni. De amikor így nekiállunk valami komplexebbnek, akkor próbáljuk meg fölbontani. Jó? És akkor látszik rögtön, hogy 2, 4, 6, 8, 12. Jó. 12 vs. ennyi screenen van. Ez meg 2, 4, 6, 7. Tehát, hogy ha csak a screenek irányából indulnék el, és nem gondolnám végig, hogy mi a francot csinál az alkalmazásom, akkor nem jön neki a matek. Jó? Tehát a 12 ez nem egyenlő 7-tel. No. Azért még gondolkodok, hogy van-e bármi olyan, amit kihagytam. Van szendvicsem, tudom törölni, tudom módosítani. Ja, igen, hát a törlésnek is kell egy ID, mondjuk. Igaz. Hozzáadásnak nem kell. Azt sikerült eltalálnom. Jó, ez a result, ez meg egy post paramétert fog kapni, és onnan fog kalkulálni, úgyhogy neki nem kell, ő is postot fog kapni. Tehát hivatalosan ezek így néznek ki, hogy get plus post, tehát hogy ez is kétfelé bomlik, mert a sandwich hozzáadás formomat ki kell tudnom rajzolni, illetve a user ráküld arra, hogy submit, akkor ezt le is kell kezelnem a másik oldalon, hogy elmentem. Ez egy sima get lesz, ez annyira nem biztonságos, meg CSRF, meg minden hülyeség, de engedjük el. Ez egy házi feladat. Ez egy egyetemi projekt, nem kell működnie. Egyszer hallottam ezt a dolgot. Jó, módosításnál is van egy get meg postom. Szendvicseimet csak listázni tudom. Get plusz post. Itt is van egy getem. Itt is van egy getem. Itt csak egy postom van. Itt meg csak egy getem van. Itt van egy getem plusz egy postom. Ki kell rajzolnom a formot és le kell kezelnem, hogy a user beírt valamit. Logoutnál legyen csak getem. Itt is legyen csak getem. Így megint az lett, hogy a 12, 13, 14, 15, 16 különböző dolgot kell nekem itt majd leimplementálnom.
Tehát 16 különböző middleware láncom lesz, amik jó esetben nem lógnak át egymásba, mert teljesen szétszeparáltam az alkalmazást. És erre a 16 rootra, vagy hát middleware ráncra kell majd a middlevereimet fölfűzni. Ez a gondolkodásnak így az első pontja jó. Legalább tudjuk azt, hogy hány middleware láncot kell összeraknom, és azokat hogyan szeretném megtenni. Jó, visszamegyünk ebbe az igen csupasz express alkalmazásba. Hogyan tudnám ezt az egészet megcsinálni? És láttam is egy ilyen leadott házit. Jó, meg tudom ezt így csinálni, hogy akkor function, request, response, stb. Stb. Next. Azt ezek írom. Next. Pont előző előadáson szó volt arról, hogy ahelyett, hogy ide végtelen mennyiségű kódot öntenénk, és megpróbálnánk így megoldani mindent egy lépésbe, bontsuk ezeket is fel. Most nagyon gyorsan csak melyik résznek álljak neki, mondjuk a sandwich rész, ami most legyen nekem izgalmas. Tehát ezt a 2, 3, 4, 5, 6, a számolás ilyen igencsak bonyolult történet. Ezt a 6 dolgot szeretném megvalósítani. És akkor megint visszamegyek, egy kicsit csalni, hogy hogyan lehet ezt jól megoldani. Az őszi házit kívánom. Király. Egyébként volt egy pull request, mert elírtam egy T betűt. Tehát, hogy a közönség is kontribútált a munkához. Harmadik házi. Kérem a harmadik házimat. Jó. Így alakul át az expresses alkalmazásom, hogy belekerül pár ilyen izgalmas dolog. Először is, ahogy mondtam, szeretnénk majd a templatinghez levarázsolni az összes dolgot, ezért annyit fogok megtenni, hogy létrehozok a response objecten egy TPL valamit, tehát ez igazából egy kulcs, ami egy üres object, és létrehozok egy errort. Az errorral nem bolondítok meg senkit, legyen csak a TPL. Ez a TPL arra való, hogy a middleverek tudjanak egymással kommunikálni. Valaki már kitúrt valamit az adatbázisból, rárakja erre a TPL-re. Valaki más kitúrt még valamit az adatbázisból, rárakja erre a TPL-re, és a render, amikor a template elkészül, megkapja az összes TPL-ben átadott paramétert. Ez mire jó? Nem egy middleverbe kell minden szart összekukázni mindenhonnan, és odaadni a template-nek, hanem szét lehet bontani az egészet. Ez nagyon hasznos lesz. Mint első middleware került bele, tehát ez lényegében olyan, mintha ezt írtam volna. Van egy jobb színséma. Jó, nincsen jobb. Tehát, hogy ez így néz ki, hogy az összes rootra feliratkoztatom ezt a middlevert, oda sem kell írni ezt az egészet. Hogyha ezt a nextet kihagyjátok, sehova nem megy tovább az alkalmazás. Jó, ezen a ponton megáll. Erről is már beszéltünk. Tehát van egy ilyenem. Mit szeretnék én még? Ki szeretném szervezni a rootokat külön fájlokban. Úgyhogy ezt most csak így ide behajítom, és megnézzük, hogy mit tudok majd vele kezdeni. Illetve a legvégén lesz egy ilyen hibakezelős történetem. Ez hogyan néz ki? Hogyha Nextnek bárhol hibát adtok át, ő kihagyja a middleware lánc összes többi lépését, és elugrik ide. Ez az egyedüli olyan, koncentráljunk, aminek 4 paramétere van, jó? Tehát, hogyha egy middlevernek 4 paramétere van, az hibakezelésre van kitalálva. Ez azért is fontos, mert ha írtak egy middlevert, aminek 4 paramétere van, rápakoljátok egy middleware láncra, meg fog őrülni az Express. És annyit csinál, hogy küld egy 500-as hibakódot, amit senki nem lát, és azt mondja, hogy Houston, we have a problem, és tök jól kihányja a stack trace-t, hol történt a hiba, milyen meghívások után, a konzolnak az error log részére. Itt ilyen Linuxos meg Mac-es varázslás az, hogy ugye nem csak STD out van, hanem STD error, ezt külön át tudjátok irányítani. Mindegy, mert a hibalogokat, hogy fogalmazok, illenék olvasni, de nem láttam még olyat, ami napi szinten ezzel kezdő hibalogok. Jó, illetve, mivel itt volt az, hogy lelkileg éreztem, hogy a 3000-es port nem mindenkinek felelt meg, ezért legyen egy kiírás az, hogy ez a 3000-es porton történt. Nézzük meg, hogy ez most így lefut-e. Van egy ilyen jó kis konzolom, látszik, hogy most frissiben telepítettem az Express. Sikerült. Siker. Nézzük meg, mi történik. No, semmi. Ó, valahol nem sikerült nextet hívnom. Vagy nem sikerült Nem sikerült összeraknom az alkalmazást. Jó, tehát hogy ez történik. Végtelen loading. Bár mondjuk ezt pont le is szedhetném, én nem ettől fölösleges. No, de térjünk csak vissza. Tudom, Nodemon-nal is el lehet indítani, de nem akarok senkit sem bántani ezzel. Jó. Van egy ilyenem,
Nagyon szépen fut. Nem a hibaágra futunk rá, mert hogy ez a Next-ben dobott error handler, és nem a 404-es történet, az Expressnek az oldalán. Express.hu. Ez mindig jó. Király. Itt megtalálhatjátok, hogyha nem a mobil változatot nézitek, hanem valami értelmes történetet. A 4.x-el dolgozunk, ugye? Static rögtön az első történet. Itt megvan, hogy hogyan lehet ezeket a routingokat megcsinálni, hogyan lehet egy 404-es hibát elkapni. Házi feladatokban nem kell erre olyan zseniálisan odafigyelni, jó? Tehát, hogy... De azért csak azért most már megmutatom. Error handling middleware, tessék. És ő is itt mondja, hogy 4, jó? Nagyon fontos. Véletlenül létrehoztok egy 4 paraméteres middleware-t, világvége. Pontosan egyet kell létrehozni. Jó. És akkor itt van egyébként még ilyen mindenfajta, hogyan kezelünk 404-es hibát, stb. Stb. Na, megint már csak a magam szórakoztatására böngészem a webet, úgyhogy ezt be is zárom. Tehát van egy ilyenünk. Trim. Ugye ide kellene felfűznöm a különböző dolgokat, de azt mondom, hogy csinálok egy ilyen roots mappát. Ide. Ahova létrehozok különböző fájlokat. És akkor megint csak, mert hogy fogalmazzak, mert az előző fél évben kiderült, hogy a házi feladatok, a mintaházi feladat copy-paste-et módosított változatai részben, ami nem jelent problémát, mert mindenkinek ugye különböző a feladata. Ebben a roots részben tudod azt megcsinálni, hogy egyrészt létrehozod a middleware-jeidet. Erről beszélgettünk a múltkor, nem inline fogom az összes middleware-t írni, hanem különböző functionokba szervezem ki őket. Csinálok egy object repository-t, ez ilyen dependency injection, mindjárt elmesélem, hogy miért. Létrehozom majd a modelljeimet, és egész egyszerűen itt mondom azt, hogy az adott appnál, a get metódusnál erre a rootra feliratkozok, és ezek a dolgok történjenek meg. Jó. Hogyan tudom ezt megtenni? Csinálok egy ilyen jó kis modul exportot. Nekem most tudtam én, hogy ez a sandwiches az baromi hosszú lesz. De csak nem hívom rövidebben. Sandwiches.js. Iszonyatosan jó lesz. Tehát itt az app és orta is kell nekem. Miért sírsz? Gonosz. Jó. Tehát itt az appot kell átadnom, az expresses appomat, ezt hogyan tudom a legegyszerűbben megtenni, minő meglepő pont így. Jó? Sandwiches, és átadom az appot. És itt már feliratkozhatok mindenféle izgalomra, most kikapcsolom ezt a statikot, mert olyan szempontból megzavarja a munkánkat, hogy nagyon sokszor bele fog futni mindenfajta dologba, de nézzük meg, mondjuk feliratkozok a perre. Nem tudom, hányszor írtam már életemben ezt a Request Response Next-et, de elég komoly szám lehet. Azt mondja, response.ni. Jó, nem bonyolítottam túl, leállítom az alkalmazást, elindítom az alkalmazást. És látszik, hogy ráfutottam, minden egyes URL-rel rá fogok futni. Jó, mi történik, ez konzolokban nem ér ki semmit. Itt föl tudok iratkozni, tehát szét tudom bontani az alkalmazásomat logikailag különböző rútokra. Ez nagyon fontos. Egy root file vagy routing file is belehányhatnátok az összes URL-t, mert ezek pici projektek, de amikor 200 ilyen van, és mondjuk 600 middleware-rel dolgoztok, akkor nem biztos, hogy a legcélszerűbb. Jó. Nézzük meg, akkor térjünk vissza tényleg így a KIH-hoz. Ezeket kell nekem létrehoznom. Semmit nem láttok belőle. Szóljatok el ilyenkor, mert hogy nekem ez a méret a kényelmes, csak... Jó. Van egy app getem. Ezzel... Menni fog ez. Mégsem formázok automatikusan. Lesz belőle pár, szerintem. Van egy posztom is. Van egy delete-em ID-val. Van egy get-em moddal. Van egy posztom moddal. Van egy listázom. Na és ezért fontos, hogy ezt ebben a sorrendben göngyölítsük föl, mert hogyha ezt raknám ugye legelőre, akkor elkapja az összes őkkel, ugye?
csak gette. Elkapja az összes beérkező, erre a rútra érkező hívást. Őket most itten kihajítom. Jó? Mi ez a lista? Jó. Kész is vagyunk. Tehát, hogy ez a kiindulási állapotom. No, és akkor most jön itt a következő gondolkodási pont. Hogy jó, oké, mindegyiknél tudom, hogy körülbelül milyen funkcionalitásra lenne szükségem, de mi lenne, hogyha tényleg azt egy ilyen nagy csomag kódban próbálnám belehányni ezeknek a függvényeknek a törzsébe, hanem valahogy összeszedném a gondolataimat, és szétbontanám middleware-ekre. Múltkor már erről elkezdtünk beszélgetni. Az én alkalmazásom csak bejelentkezés után érhető el. Vagy minden egyes rúton ellenőrzöm, hogy bejelentkezett a user, vagy azt mondom neki, hogy legyen egy out middleware-em. Jó, még nem tudom mi ő. Hát egy function lesz, három paraméterrel, de mindegy. Jó, ő fölkerül igazából minden egyes ilyen dologra. Jót akartok magatoknak, ezt így megpróbáljátok egymás alá írni, mert így legalább látszik, hogy hogyan folyik az alak. Jó, az out middleware-em mit fog csinálni? Hogyha felsznop be van jelentkezve, akkor engedi elérni az adott cuccot. Hogyha nincsen bejelentkezve, akkor meg átirányítja a bejelentkezés oldalra. Eddig jók vagyunk. Kivéve, hogy ezt meg ide is be kell copy-pasztelni. Te miért unod a többieket? Jó. Egész pofás, már biztos, hogy nem érik el olyan userek, akik nincsenek bejelentkezve, viszont a funkcionalitást továbbra sem valósítottam meg. Nézzük meg, ebbe a getbe mit kellene csinálnom. Ez az add, ez igazából egy statikus oldal. Jó, egy tök üres form. Jó esetben. Nem törődök most azzal, hogy hibakezelés, meg hogy kijelezzem a kis dobozka fölé, hogy úristenem, már létezik ilyen szendvics, ezért nem tudok hozzáadni az adatbázisot. Fogadjuk el, hogy az én házi feladatomban minden adat tökéletes, beérkezik rendesen. Egyébként szerver oldalon majd ellenőrzöm, és hogyha bármi probléma van, vissza tudom irányítani majd a user-t, akár egy hiba üzenettel. Viszont, mit kell csinálnom? Ki kell renderelnem egy template-et. Ez tök jó, viszont ezt a sandwich hozzáadás form template-et rendereli ki, ha csak így oda dobok egy middleware-t. Jó? Pedig nekem biztos, hogy van egy módosításnál is egy ilyenem, illetve a sandwich listázásnál is van egy ilyenem, illetve törlésnél nincs, hozzáadáshoz valószínűleg át fog irányítani, a módosítás, igen. Tehát ennyi helyen szeretném ezt használni. Mi az észszerű megoldás erre a helyzetre? Hogy a middleware-ek kaphassanak kívülről is paramétert. Ezt hogyan tudom feloldani? És akkor tudom, itt jön az, amikor ilyen picit varázslat, picit aki ért a JavaScripthez megérte, hogy hogy kell ezt csinálni. De meg is mutatom, lelövöm a poént. 5. házi, 6. házi, megmutatom ezt a render middleware-t, hogy mennyire komplex kód van mögötte. Jó, tehát ez így néz ki. Remélem mindenkinél így fog kinézni, mert hogyha nagyon máshogy néz ki, akkor nem ezt fogja csinálni. Mi történik? Ahelyett, hogy ezt a function-t ajánlanom ki modul exports-ba, azt mondom, hogy létrehozok egy function-t, ami visszaad egy function-t. Jó? Mindjárt mondom, hogy milyen sorrendbe futnak le ezek a dolgok, csak ezt innen jól átcopy-pasztelem. A middleware-eket egyébként egy ilyen middleware, vagy middlewares, ez a többes szám, egyes szám, ez nekem mindig a gyengém. Na most legyen middleware. Könyvtárba helyezem el, és az, hogy a middleware-ek se így egy rakásra legyenek odahányva, ezeket is érdemes egy picit struktúrálni. Jó? Tehát csinálok például egy ilyen generic mappát, amiben belekerülnek azok a middleware-ek, amiket majdnem mindenhol használok. Csinálok majd egy sandwiches mappát, ahol a sandwich adminisztrációs middleware-ek kerülnek bele, amik erre szolgálnak. De most létrehozom ezt a... Mi volt neki? Render.js. Király! És ugye ebbe a háziba kommenteznem is kell, hogy mi a francot csinál ez a middleware. Tételezzük fel, hogy itt csak annyi van, hogy res.end template view name. Nem ebben a nyelven kódoltam most ezt. Jó, király. Tehát itt, hogyha átadok paramétert, ez az object repository-ről is mindjárt beszélek, itt, hogyha átadok paramétert, a scoping miatt, jó, ilyen closure, scoping, minden ilyen hülyeség miatt, ez nem fog megváltozni ennek a lefutása során. Vagy hát ebben az esetben már nem írom fel. De hogy alapvetően ez a változó ebben a részben értelmezve van, előre létre tudom hozni, nem kell minden egyes futásnál megadnom. Viszont ez mit jelent? Nem így iratkozok föl ezekre,
hanem itt át fogok adni még egy paramétert, az Object Repository OB-re, hogy kiférjen. És ide át fogom adni, hogy ez a sod.tpl, nem, az sod template-et használja. Ez a másik történet itt, ez a mod, ez pedig az smod, sandwich módosítás, middleware-t használja. Na most, hogyha nagyon kultúrált akarok lenni, ugye Node-ban nagyon sokszor előfordul, hogy csak futási időben derülnek ki a gebaszok. Ezért az van, megint rossz helyen kóricálok, ezért az van, hogy a middleware-eket célszerű már az elején létrehozni, hiszen nem csinálnak semmit. Jó? Tehát amikor így, csak berequire-om a package-et, akkor kapok igazából egy pointert egy function-re, amit hogyha meghívok, majd egy function-t ad vissza. Tehát jelenleg semmilyen belső kód nem fut le, amikor én ezt betöltöm kívülről. Tételezzük fel, hogy ez a két sorom itt van. Hát ezt itt most meg fogom hackálni, mert szükséges lenne, de annyira nem. Mi kell nekem itt? Azt mondja, kell egy return function request response next. Ne próbáljuk rövidíteni, jó? Tehát az RRN továbbra sem működőképes. És annyit fog ez a middleware csinálni, nagyon kreatívan, hogy meghívja a next-et. Így föl is tudom szegényt iratkoztatni mindenhova. Hoppá. Így, király. Render middleware, out middleware. Talán ezt már így be is tudom tölteni. Nézzük meg, mit szól majd az Express alkalmazásom ehhez. Vagy hát a nódom. Egész jó volt. Az obi-rep is not defined. Trim-trim-trim. Tök jó ekkorában nézni a saját monitorodat. Még olvasható? Király. Létrehozok csak egy ilyen üres objektet ide. Egy elmesélem, hogy ez is miért van. Elindítom a cuccot. Hú, tök jó működik. Próbáljuk meg rávenni arra, hogy kiírjon valamit. Sikerült valahol valószínűleg egy next-et elvétenem megint csak. Mert miért ne? Hopp, hopp, hopp. Nem mész sehova se. Nézzük meg, hol pattanhat el az alkalmazás. Ez valószínűleg lefut, valószínűleg ráhív egy next-et. Egyébként ilyenkor lehet ilyet csinálni. Illetve a legújabb Chrome már támogatja azt, hogy elindítod a nódot, és Chrome-ban debugolod a dolgokat, jó? TPL létrehozásig eljutottunk. Nézzük meg, mi a következő lépcső ebben az evolúciós cuccban. Ez. Na. Out middleware. És van egy render middleware-em. Remélem, ő akasztja meg az egész történetet. Oh. Hello. Hát ez lelecspóró vagy ne. Le. Na nézzük, milyen varázslat miatt nem fut ez a dolog. Tim-tim-tim. No. Sandwich ad, TPL létrehozásig elérünk, de igazából nem ér el idáig a cucc. Miért nem ér? Hát de várjál, miért nem ér el idáig? Szemétségnek tűnik. Tudom. Mert hogy? Pont azért, hogy mindegyik úgy nézzen ki, hogy egy middleware egy function. Itt is azt csináltam, hogy ez visszatér egy function, és azt szúrtam el, hogy most ezt a function-t hívja meg az Express, ahol átadja a paramétereket, amiket tök jól a JavaScript, tehát nem érdekli hány paraméter jön. Jó? De valamit nem definiáltál az undefined, ami ugye nem egyenlő a nullával. Pontosabban, na mindegy. Kasztolás kérdése. És tehát, hogy egységesíteni akarom ezt is, hogy mindegyik middleware-em úgy nézzen ki, hogy ne kövessek el ilyen hibákat. Nagyon jól bemutattam, hogy nem kell csinálni. Render middleware-emnek pedig ugye mindenképpen kellene a paraméterei. Sandwich listázás. Király. Térjünk csak vissza, nézzük meg. Ah, nagyon szép. Tehát a TPL létrehozás, az out middleware, meg a render le is futott. Nézzük meg, hogyha megpróbálok egy törlést, ott ugye csak az out middleware-nek kell lefutnia. Cannot get. Ne légy velem ilyen kedvetlen. Na nézzük. TPL létrehozás out middleware-ig eljutunk. Aha.
Azért, mert hogy az out middleware, az mindenképpen átpasszolja a next-nek, ami tovább passzolja, ami tovább passzolja, így ráfutok egy hiba ágra. Jó? Tehát, hogyha ide most beleírnám azt, hogy nem is tudom. Del. Azt mondja, res.end. Ok. Bőszavú vagyok. Jó. Tehát a del ráfut arra az ágra. Jó, csak next, 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 az utolsó lánc szemen is next-et hívok, tovább fut a kód, az express úgy érzékel, hogy nem sikerült összejönni, összehozni azt, amire ez a hívás történt, így hibát jelez ki a usernek. No, de azt akartam még megmutatni, ezt jól kitöröltem, pedig igazából maradhatott volna, hogy a módosításnál a módosítás rész futna, template smod, a sandwichesnél simán, meg jó esetben ez. Jó? Kicsit cserélek a sorrendben. Nem, mert ez tényleg annyira alapvető, hogy még én is elszúrom napi szinten, tehát hogy ez így égjen be valahova nagyon mélyre. Sandwiches, király, ez továbbra is működik. Ráfutok erre a cuccra. Ó, ez nem volt definiálva, jó? Ez sem volt definiálva. Hő. Ezen viszont én vagyok megdöbbenve. Mert hogy így kell nekem tennem? Tudom, hogy ebben nagyon sokszor bele lehet jutni. Na jól van. Lehet, hogy expresszék azóta okosabbak lettek, mióta én ezt először használtam. Jó. De hogy a sorrendre figyeljünk oda, jó? Nagyon furcsa dolgokba tudtok belefutni. És mondjuk ezzel kicsit meg vagyok lőve. A render middleware-em hív next-et? Vegyük őt ki innen. Ki fogom csalni belőle azt, hogy úgy hajtsa végre a dolgokat, ahogy nekem kell. TPL létrehozás, out middle render. Jó. Akkor lehet, hogy sikerült nekik a... Ó, ezen meg én fogok javítani. Nem mai express. Mindig a legfrissebben. A 4.x-be. Azt tudom, hogy 3-as expressbe végig szívtuk ezt a hibát, és a 4-esnek is az elején is benne volt. De én csak örülni tudok, hogyha ezt sikerült nekik javítani. Jó. Ó, akkor erre mégiscsak kevésbé kell már odafigyelni. Vidámság. Aztán valakinek a háziában előjön, az mesélje, hogy hogyan tudta rávenni, mert muszáj, hogy ez ebben a struktúrában működjön. Az adná. Még játsszuk el egy fél percet, aztán feladom. Mert ugye a sima perre meg tudtam mutatni azt, hogy hogyan esik szét az egész. Esli. Ez nekem mondjuk nem kell. Továbbra sem. Jó. De ennek nem is volt. Adnak volt, ugye? Eset. Jó, király. Csak örülni tudok ennek, hogyha ez sikerült végre orvosolni. Jó. Na de, nem akasztom meg magamat. Van egy middleware-em. A middleware-emben mit tudok csinálni? Vagy hívok valami adatbázis műveletet, vagy végzek valami durva szerver oldali logikát, ellenőrzök valami, stb. Stb. Template értéket kalkulálok, valami külső API-t hívok, ilyen dolgok fordulhatnak elő. Ezt az egészet, hogyha van mondjuk egy adatbázis, most meg tudom úgy tenni, hogy van itt egy adatbázisom, amiben van egy getAll function, ami meglepő módon visszaad mindent. Jó? Minden. És ezt, hogyha ezen belül azt mondom, hogy engedjük el ezt a dolgot, render middleware-em már megvan, és ide meghívom ezt a db.getAll function-t, nézzük meg, hogy ezt sikerült-e eltalálnom, bármelyik renderre ráfuthatok. Visszajött a minden. Jó. Ez, tételezzük fel, egy tényleg egy éles adatbázis. Tele van minden fajta furcsa adatokkal. Amikor tesztelni szeretnék, akkor mit tudok csinálni ebben az esetben? Hogyan tesztelném ezt az egészet? És most jön a legizgalmasabb rész, vagy valamennyire izgalmas rész. Ah, tele van kommentekkel. Akkor elengedem. Ide fogom írni. Betöltöm ezt a dolgot, ez tökéletes is lesz, sőt, ide is írhatnám igazából. Jó, felépítem az egész alkalmazásomat, betöltöm a... Hülyeséget csinálok egy új fájlt.
Hát ezt pont elvasztok. Jó, mert annyit kell nekem egyedül csak csinálnom, hogy amit tesztelek, azt berequire-olom. Ebből nekem van már kódom. Tehát behúzom ezt a render middleware-t, ami persze most már máshol van, mert ugye relatívak ezek a dolgok egymáshoz, és a render middleware-nek létrehozok valami olyan változatát, amit tesztelni szeretnék, ugye itt megint kell egy object repository, egy üres objektummal föltöltöm, és azt mondja, hogy azt szeretném tesztelni, és beadom azt, hogy teszt, akkor mit fog ez a cucc nekem kiírni. Mi kell nekem ahhoz, hogy ezt a tesztet ne úgy futtassam, hogy kelljen hozzá böngésző adatbázis meg minden szar. Valahogy le kell választom ezekről a dolgokról. Nézzük ezt, hogyan tudom megtenni. Létrehozom ugye ezt a tényleges middleware-t. Ez egy function. Ezt meg tudom úgy hívni, hogy ugye egy request response next-et kell neki átadni. Request-et ki tudom mokkolni egy üres objektummal. Mokkolás az, hogy elkészítesz egy olyan általad kézzel létrehozott bármit, amit utána át tudsz adni a kódnak, definiálva vannak rajta azok a kulcsok, azok a függvények, amiket meg kell hívni. Jelen esetben, mivel a requesten semmit nem hív meg ez a cucc, átadhatnék neki egy számot is, vagy egy üres objektumot, vagy bármi. Viszont a response-on meghívja ezt az endet. Tehát ezt úgy kell kimokkolnom, akkor picit így tesztelésbe is átnyaltunk. Teszt. Ha megint ilyen hangjába írtam, én nem szóltam. Jó, van egy middleware-em, ezt kimokkoltam így. A response-nak ugye az end metódusát használom egyedül. Console.log. Az end-nek van paramétere, egy string, úgy is hívom meg, ugye? Egyetlen egy dolgot adok át neki. Ez a test. Jó. És hozzáfűzöm ezt az STL-t. Ez lesz a response-om, mivel nem hív next-et, ezért ennek is bármit átadhatok, de csak azért, hogy legalább hasonlítson formájában ahhoz, amit én használni akarok, ezért ezt így készítem el. Jó, tudom, egyre furcsában néz ki ez a kód, ez egy üres object, ez egy olyan object, amit ott inline definiáltam, aminek egyetlen egy kulcsa van, egy end, aminek az értéke ez a function, és utána a next-et is így kimokkoltam. Nézzük meg, le tudom megfuttatni. Király! A render úgy érzékeli, hogy megkapta a tesztet, mint paraméter. Bocs. Egy. Hello-ka. Jó. És látszik, hogy a tesztemben meg tudom azt nézni, hogy igazából mit adna vissza a webserver. Ez tök jó, ezt a mindent hogyan tudom kimokkolni jelen esetben. Baromi nehezen tudnám kimokkolni. Jó? Ezért mit csinálok? Ugye ez az első paraméter, ez az első paraméter, ez egy object repository. Nem tudom, hogy erről hányan hallottak, ez egy valami, amiben más valamiket beleraksz, hogy egy harmadik valami majd innen használja a valamiket. Nagyon metába definiáltam, de én arra fogom használni, hogy ez az object repository-nak van egy DB nevű kulcsa, ami magát az adatbázis objektumot tárolja, amin a műveleteket végre tudom hajtani. Tehát ahelyett, hogy itt ez a szerencsétlen, direktben, itt egyébként ehelyett ilyen require, meg minden ilyen hülyeség szokott lenni. Ahelyett, hogy direktben egy külső modulból, külső forrásból betöltött valamit használnátok, az object repository-n keresztül fog ez a DB leérkezni. Tehát var a DB, az object repository-nak a DB része. Jó, és akkor ezt innen ki is veszem. Csak hogy szétváljon a kód. Jó? A scoping miatt ez a DB ebben a scope-ban definiálva lesz, tehát itt tudom használni, és nem fog megváltozni jó esetben. Hol a tesztem? És ebben az esetben, ugye ez volt az eredetim, ami mindent adott vissza, de tételezzük fel, hogy pont egy olyan tesztesetet akarnék szimulálni, ahol ez semmit ad vissza. Jó? Semmi. Ok, minden zárójel a helyén? Nem. Mert a DB is egy object. Jó, ilyen mokkolásokból ez tényleg ilyen csúnyának szokott kinézni, mint hogyha valami, nem tudom, ilyen Erlangba írnám. De hogy nézzük meg, hogy lefut-e. Nagyon nem tetszik neki. A db.alt nem szereti, get.all nincs az undefined-on. Object repository-t nem sikerült átadnom. Jó. Teszt, semmi. Sikerült leválasztanunk a middleware-t az alkalmazás összes többi részéről. Tehát, hogyha megfelelő mennyiségű mokkolt objektumot átadok neki, akkor teljesen függetlenül tesztelhető az egész alkalmazástól ez a pár sornyi kód.
És most tekerek vissza ide. Ide. Hogy miért van ez az Object Repository itt, és miért van az, hogy majdnem minden egyes middlevernek, sőt, illenék azt a struktúrát megtartani, hogy minden egyes middlevernek átadom ezt az Object Repository-t. Azért adom át, hogy az Object Repository-ből ki tudja szedni azokat a dolgokat, ami a tényleges működéshez kell, tesztelésnél, meg majd mokkolok neki ilyen hülyeségeket, amire ő vágyik. Különben nem tudott tesztelni. Tehát, hogyha direktbe berequirelsz egy MySQL adatbázis valamit, és azon te tesztet futtatsz, mondjuk egy beillesztést, az mindig be fog illeszteni. Tehát nincs olyan eset, amikor így kiveszed a MySQL szervert mögüle, lefut a teszt, és így nem tudom én. Tehát ahelyett, hogy visszatekernénk folyamatosan az adatbázist, meg egy külső apinak szólnánk, hogy figyelj, a következő három kérdés csak viccből megy be. Jó, ahelyett csináljuk ezt, hogy egy Object Repository-ba küldjük le, ez ilyen dependency injection jellegű történet, nem annotációval csináljuk, hanem ez a legegyszerűbb formája ennek. Vannak elő library kiegészítések, meta mindenfélék, a Babel is tud olyat csinálni, hogy összerequire-öli neked a dolgokat, amit teszteléshez tök jó, webpack-kal, kliens oldalra lehet ilyeneket csinálni, de most azt szeretném, hogy lemenjen, hogy a teszteléshez kell ez az egész hülyeség. Jó. Viszont, ha már itt tartunk, csak azért, mert ez a kódrészlet, ami hozzáfűzi a routinghoz az egyes útvonalakat és middleware láncokat, ez az alkalmazás elindulásakor fut le. Ami azért fontos, mert ezek is az alkalmazás elindulásakor lefutnak. Egyetlen egy request sem kell hozzájuk. Ezért a middleware-ekben érdemes ellenőrizni, hogy az Object Repository-ban megkapjuk-e azt a cuccot, amire nekünk szükségünk van. Tételezzük fel, jó a render, pont egy rossz példa, de szendvicset akarok módosítani. Kell nekem a sandwich modell. Jó? Tehát csak úgy nem tudok így a levegőbe beküldeni egy SQL-t így a semmiből, nem akarok minden egyes middleware-be SQL-be csatlakozni, vagy MongoDB-be, vagy tök mindegy. Hanem az van, hogy egy modellt hozok majd létre, azt a modellt berakom az Object Repository-ba. Az Object Repository-ban lévő modell létezését ellenőrzi a middleware-em elinduláskor, és amikor ténylegesen meghívom, akkor fog kiderülni a többi gebasz. De egyetlen egy problémát sikerült eltolnom az alkalmazás indításakor, azaz sikerült-e jól összedrótoznom a middleware-eket az Object Repository-val. No. Csak hogy kevésbé legyen mítikus ez a történet, egy Object Repository mondjuk így néz ki. Hogy van három típusú modellem, azokat mind lepakolom bele, és ezeknek a létrehozását meg tudom tenni a routingnál. Hogyha a routingot kellőképpen szétvágjátok, lehet, hogy 400 ezer különböző modelletek van. Jó? Tehát az alkalmazásatok baromira komplex, olyan, mint a Neptune képtáblából áll, oktatók meg jegyek, mit tudom én. És hogyha csak az oktató adminisztrációs részt kiszervezed egy külön routingba, annak nem kell átadni a jegyek modellt. Jó? Így megvéded a fejlesztőt attól, hogy mondjuk egy oktató update-nél turkáljon a jegyekben. Jó? Tehát, hogy vannak ezeknek értelme. Na mindegy, az elején inicializálod az összes middleware-t, de nem hívsz rá az általuk visszaadott functionre, ami egy functiont ad vissza, amit a middleware ráncra raksz majd, amit majd meghív az Express. Tudom, itt szokott elveszni mindenkit. Viszont minden egyes middleware-emnek átadom az Object Repository-t, ha kell, ha nem. Jó? Mert így mindegyiknek ugyanaz lesz a szintaxis, és nem futunk bele abba a problémába, mint én az előbb. Hogy végtelen loading, fingom se volt, hogy mi történik. És ahogy mutattam, lehetnek olyan middleverek, amik kapnak extra paramétereket, ami alapján a saját belső működésük megváltozik. Ettől függetlenül az ezáltal visszaadott function a state lesz. Jó? Kívülről kapott valami statikus szart. Ez a middleware egyik esetben 3-at ad hozzá, másik esetben 4-et ad hozzá. Kívülről kapja meg. Lefordít egy olyan function-t, amit itt szépen becsomagol, minden egyes alkalommal lefutatja, minden egyes alkalommal ugyanazt a konstans fogja hozzáadni. Ez fontos. És így tesztelhető lesz az alkalmazás. Szerintem tudok gyorsan egy tesztet is mutatni. Trim, trim, trim. Teszt. A lustaság. Szép. Jó, nem fogok tudni tesztet mutatni. Saját házimon megbukok. Jó. Here will be some test. De hogy a teszteknél alapvetően, akkor mutatok egy kisebb projektet. Ó, ezt akarom. Csak hogy lássatok egy tényleg valós, nagy, összerakott Node.js-es projektet, és nagyon remélem, hogy nem a config file-t fogja megnyitni, és szívrohamot kapok. Egy tesztet. Jó, itt vannak mondjuk a unit tesztek, szépen
tehát teszt könyvtárba pakolom, azon belül van end-to-end, vannak reportok, unit tesztek, és mondjuk mit tudom én, a wiki load page unit tesztje úgy néz ki, hogy betöltöm a middleware, definiálom a tesztet, kimokkolom a requestet, kimokkolom a response, különböző ellenőrzéseket teszek bele, és direktben meghívom a middleware-t. Jó? És akkor egyébként meg, hogyha nem kezdtek middleware-eket szétstruktúrálni, tehát csak így jelzem, tehát hogy itt mind van még. Jó? Tehát tényleg a háziban nincsen sok értelme. De hogyha ebbe kellene valamit megtalálni, akkor ilyen halál. És meglepő módon ez a require option, amit mi is fogunk használni, ha már egyszer sikerült ezt a kódot értelmesen összerakni, miért ne használjuk. Tehát ahelyett, hogy kézzel ellenőrizgetnénk, hogy minden egyes object repository-ban létezik-e valami, van egy ilyen require option cucc, ami annyit tud, hogy átadsz neki egy object repository-t, meg azt, hogy mit akarnál belőle kitúrni, és semmi más nem csinál, mint hogy ez tényleg egy object repository tényleg definiálva van. Létezik-e rajta a property? Akkor visszaadom. Különben már azt akarom mondani, hogy fordítás, igaz, de nem, az alkalmazás elindulásakor kapsz egy bazinagy hiba üzenetet. Ezt innen emeljük is át. Hogy hívjuk? Common. Generic common, komolyan mondom. Nekem egyszerűen hogyan nevezzünk el dolgokat, kurzusra el kellene mennem. Vagy ez azért nem egészséges. Jó. Hogy szoktam ezt? Ezt egy lépésben szoktam szerintem feliratkoztatást megcsinálni, mert úgy lesz nektek egyszerűbb. Nézzünk bele. Menni fog ez. Tökéletes. Itt sem kell. Nézzünk valamiért, ahol tudom, hogy kell. Hát te meg miért pattogtál? Elfogyott a helyünk. Jó. Tehát, hogy így néz ki ez a cucc, hogy betöltöm ezt a command-t és ezt a require option-t rögtön így használom is belőle, így csak annyit kell csinálnom, hogy object repository db. Na és akkor nézzük meg, maga az Express alkalmazásomban szerintem nem adom át ezt a cuccot, mert nem hackeltem bele jó esetben. Nézzük meg, mi történik, megpróbálom elindítani. Legszebb hiba üzenet ever. DB required, jó. New type error exception van, amiről tudom, hogy a render JS-nek a 8. sorának a 12. karakterétől kell keresni. Hoppámi. 8-12. Itt hívódott meg, és nem is indul el az alkalmazásom, hogyha az Object Repository-ben nem sikerült eltalálnom azt, hogy mit kell átadni. Ha így építetek fel az alkalmazást, akkor nagyon sok ilyen cannot call undefined, meg undefined.xyz is not defined. Ilyenekkel lehet találkozni, hogyha nem sikerül összedrótozni a saját alkalmazásunkat. Ez a kód is jó, az a kód is jó, nem sikerül. Jó? Tehát egy érdemes így felépíteni ezt a struktúrát. És akkor szerintem lassan zárok, mert tudom, hogy ez is azért száraz. Nézzük meg, hogy még milyen middleware-ekre lenne szükségem. Hozzáadásnál szerintem semmire, de ezen vitatkozhatunk. Jó, tehát, hogy csak belépett felhasználók láthatnak egy statikus oldalt. Tök korrekt. A sandwich hozzáadás posztjára nagy valószínűséggel az out middleware-rel fogok kezdeni, hogy ne lehessen kívülről csak úgy sandwicheket elhelyezni a rendszerembe. Annyit fogok tenni, hogy mondjuk check sandwich data. Bár mondtam, hogy az összes adatom tökéletesen érkezik le, de tételezzük fel, hogyha valami gebasz van, mégis meg akarom tudni, hogy a sandwichnek van-e egyáltalán neve. Utána pedig save sandwich, mondjuk legyen ez a middleware-emnek a neve. Érdemes egyébként a middleware-t odaírni minden végére, meg különben bele fogtok keveredni mi modell, mi middleware. Fölpakoltok egy express láncra egy modellt, az ott kapaszkodni fog, hogy úristen, ilyet még nem láttam. Jó, hát ilyenek... Ha már minden. Király. Látszik, másik házat kellettem látni. Save. Objekt. Király. És akkor nagy valószínűség a save-en fog redirectelni. Ezt így érdemes kommentben elhelyezni. Amikor létrehozom ezt, ezen belül, akkor magammal viszem ezeket a szavakat. Létrehozok egy ilyen könyvtárat.
Azon belül létrehozok egy ilyen fájlt. Abba átcopy-pasztelem ezt. Nem, tehát hogy a valóság biztos nem így történik. Ez ott jól fog jönni, ide semmit sem írok. Ide meg csak azt fogjátok írni, hogy next, vagy return next, jó? A mostani ház ez tényleg erről szól. Lesz végtelen mennyiségű tök üres videóveretek. Ez sem kell neki. Viszont ide-ide fogom írni, hogy ez milyen szép szendvics. És akkor mit tudom, én megmondom, hogy kész. Ledokumentáltam, mit fogom idővelem csinálni. Jó, ebből én már látni fogom, hogy így össze fog érni a láncolat. Nézzük meg, hogy egy picit komplexebb dolognál, mondjuk a törlésnél mit kell megcsinálnom. A törlésnél meg fogom azt csinálni, hogy load. Sandwich. Be fogom tölteni. És utána törölni fogom. Miért ilyen hülyén rakom össze? Mindjárt kiderül a válasz. Módosítás form renderelésnél mit kell csinálni? Behelyezem a szendvicset. Jó? Tehát ebben az esetben is betöltöm a szendvicset, sőt, most már tényleg elkezdődik a copy-paste háború. Betöltöm. Csekkelem és elmentem. Ennél a módosítás posztnál. Jó? Lego. Ez az egész Lego. Jó? Semmi más. Megpróbálod összehozni a dolgokat. Egy... Hogyan tudom ezt az egészet megvariálni? A save sandwich az a response.tpl.sandwichen hív egy save-et majd. Jó? Ebben az esetben, amikor módosítok valamit, akkor a load semmi más nem csinál, mint kitúrja az adatbázisból, és ezt beállítja valamire. Jó? Amikor meg mondjuk létrehozok, tüm-tüm-tüm, hol van a létrehozásom? Ah, őt még nem írtam meg. Jó. Akkor ez a check sandwich data, ez annyit fog csinálni, hogy megnézi, hogy a res.tpl.sandwich létezik-e. Ha nem létezik, létrehozza. És ha létrehozza, mondjuk kitölti azokkal a paraméterekkel, amit a user postba leküld, és ezután nézi csak meg, hogy mi történik vele. Itt vannak ilyen ellenőrzések. Ha ugyanezt, most ilyen nagyon inline kódoltam bele, ha nagyon ezt megcsinál, ha itt is, tehát a mentésnél is ezt megcsinálom, akkor látszik, hogy a load sandwich már megelőzi. Mert hogy a load sandwich az betölti ide, ugyanúgy az adatbázisból az adott sandwichet. És ez a kód részlet ebben a middleware-ben, ebben az esetben nem fog lefutni. De nagyon szépen egymás mellé lehet ezeket pakolni. Jó? Most csinálhatok egyébként olyat is, hogy itt olyan create empty sandwich. Van egy ilyen middleware-ed, és akkor az add esetben őt még meghívod, utána fut a check, utána fut a save. Jó? Okosan föl kell tudni osztani a kódot. És akkor nézzük meg, hogy igazából hány middleware-ből sikerült ezt az egészet összekukázni. Load sandwiches. Még lesz egy ilyenem, az biztos. Király. Mert azt biztos nem fogom összekeverni. A load sandwich-sel. Jó. Van két ilyenem, van egy ilyenem, egy check, van egy save-em, van egy load-om, volt már? Volt. Van egy delete-em, check-em, volt, save-em, azt mondja, igen, hát szerintem megvagyunk. Meg az auto middleware-em, ne felejtsük el, meg a render, amit összesen egyszer fogtok lefejleszteni, és igazából mind a kettő fent van a repo-ban. Jó. Sikerült kihoznom, hogy ez az egész sandwich management történet, ez 2, 3, 4, 5 dologból áll. És hogyha belegondoltok, logikailag tök jó. Van, ami töröl, van, ami ment, van, ami betölt, van, ami többet betölt, és van, ami ellenőrzi az adatokat. De mondom, ez az ellenőrzés, ez a kell kiismeretet. Nem kell több. Jó? Ezek logikai szinten, ezek a legkisebb építő elemeink. És meg is mutatom, hogy kód szintjén ez igazából hogy fog kinézni. Remélem most találok olyan kódot, ami... Taskoknál minő meglepő, van törlés, lekérdezés, és rakok ide egy update-et is. Mennyi sornyi kód? Ez a fontos benne.
A törlés az ellenőrzi, hogy a res.tpl-en létezik az adott objektum, amit törölni akar. Ha nem létezik, csak tovább megy. Engedjük el. Jó? Tehát, hogy nem kell itt hibát jelezni, meg ilyesmi. Nem létezik, akkor megyünk tovább. Mert majd valaki a lánc végén lehet, hogy le fogja azt kezelni, hogy a betöltésnél a res.tpl.error-ra mondjuk rápakolsz egy hiba üzenetet, ezt majd a render fogja a legvégén megjeleníteni, mindenki máson csak átfolyik az adat. Jó? Mert ilyen fontos dolog. Ennyi a törlés MongoDB-ben, és ez itt pofátlan módon át is irányít. Mennyi egyébként a betöltés? Hát ennyi. Jó? Semmi más nem történik, mint lekérdezek valamit, itt egy leheletnyit varázslok, megnézem, hogy sikerült-e, ha nem, akkor rögtön ezzel a middleware-en elhalasztom, ugye még emlékszünk arra az ábrára, doboz, 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 piros vonal, zöld vonal, zöld vonal, zöld vonal, és eredmény. Nem? Jó. Mindegy. Tehát ez is valamit fölpakol a res.tpl.task-ra, ami azért jó, mert ezt akarjuk majd ugye később törölni, hogyha éppen ott járunk. Mennyi egy lista lekérdezés? Jó? Tehát, hogy az az üres sor, nem tudom, mit keres itt, de rögtön ide írok egy kommentet, hogy ezt így lehetne szebben. De hogy alapvetően látjátok, hogy az adott modellen, amit kívülről rántok be, meghívok valamit, ez könnyű lesz kimokkolni. Azon is meghívok valamit, tök könnyű, hát ezt is egy return-nál megoldom a mokkom mokjában a mokját, jó? Tehát, hogy ezeket is egész egyszerűen meg ki lehet mokkolni, értelmesen lehet kezelni. És itt az történik, hogy valamiért dobok egy hibát, de azt is megcsinálhatjátok, hogy tovább folyatjátok a láncon. A middlevereknél az szokott a mondás lenni, hogy amire a middleware épít, tehát ilyen külső elemek, azokat vagy mikor betölti őket, vagy futási idei történeteket ellenőriz. Tehát ebben az esetben ez egy lista betöltés. Ebben az esetben tök jó lenne azt ellenőrizni, hogy ez a paraméter egyáltalán létezik-e. Jó? Ha nem létezik, hívjon next-et. Nem kell megakasztani egy middleware-t azért, mert olyan funkcionalitás fut rajta végig, ami őt nem érinti. És mutatok egy meredek dolgot. Mi történik, hogyha nem akarom ezt így get-re meg post-ra szétbontani? Miben különbözik ez a két cucc? Ebben a két middleware-ben. Tételezzük föl, hogy mind a két middleware ellenőrzi azt, hogy mondjuk post-ban érkezette adat. És hogyha nem érkezett, keresztül engedi magának cuccot. Akkor ide írok egy use-t, ezt az egészet törlöm, és már ismét csak egyszerűbb lett az alkalmazásom. Jó? De én örülnék, hogyha szétválasztanátok, mert egyszerűbben kitaláltam, melyik middleware mit csinál. De még végig mutogatom, aztán tényleg mit nézek? Get task list, ezen már túl voltunk, és van egy update-em. Na itt van a nagy varázslás, creator update task. Hogyha van a res.tpl.task, akkor azt update-eli, különben létrehoz egyet, pontosabban csak inicializálja a tagváltozóit, majd egyszer valaki más menti. Jó? Tehát ne ideépítsük bele a mentést. Ez a cucc, ahogy a neve is mondja, update. Kicsit megtévesztő. Inkább checknek, vagy upgrade, vagy mit tudom én, minek kellene hívni. Mi történik? Megnézi, hogy postban érkezett-e title, vagy description, ha nem érkezett, menjünk tovább. Létezik-e a task? Ha létezik, akkor használjunk azt a res.tpl.task-on, hogyha ne, akkor hozzuk létre, ez kell nekem a task modell, amit az Object Repository szolgáltat. Beállítom a megfelelő mezőket, amiket ugye a res.body.valamiben kaptam, majd utána elmentem, és nagyon fontos, a mentésnél hívok egy next-et. Pontosabban ez egy hibaág next lenne, de itt is hívhatnék egy next-et. De ahogy látom, ez az upgrade, ez átirányítja szegény user kárta per task per result ID-ra, nagy valószínűséggel azt jelenti, hogy ilyen átirányítás van benne, hogy ez a middleware láncoknak az utolsó lépése szokott lenni. Jó. Mi van még itt? Tehát, hogy ha megnézitek, akkor minden egyes middleware-etek mondjuk 3 és 15 sor között van, hogyha ennyire szétbontjátok. Vannak komplexebb dolgok, amiket ilyen, mit tudom én, 300 sorban lehet csak megoldani, mert tudom én, valami rekurzív hívást is tartalmaz, vagy olyan PDF generálást akartok csinálni, vagy Excel-t online generálni, vagy ilyen hülyeségeket, akkor tudnak ezek nagyok is lenni, de egy jól nevelt middleware, az kifér egy képernyőre. Normális rábontásban. És az történik benne, ellenőriz, hogyha valami neki nem tetszik, vagy hibát jelez, vagy engedi tovább a folyamatot, utána csinál valamit, majd ráhív egy next-re. Jó? Semmi más. És az összes remove, vagy hát az összes delete, az összes betöltés, az összes mindenfajta entitásokra, betöltés, update-elés,
törlés, létrehozás, ez pontosan ugyanúgy néz ki, csak maximum ez a rész változik. Jó? De fontos, hogy ezek külön middleverek legyenek. Mert hogyha mit tudom én, a task törlése után kell, egy e-mailt küldenem a usernek, hogy figyelj, töröltük a taskot, akkor ne az legyen, hogy ott helyben refaktorálni kell minden, hanem szépen legyen szétbontva. Szóval, hogy ja, ennyit kellene megcsinálni következő házi feladatban. Nincsenek tesztek. Szörnyű. Jó. Tudom, hogy ez ilyen, de hogy tervezés, tehát nagyon sokszor tényleg ennyi történik tervezés címszó alatt, hogy így szépen szétbontott különböző dolgokra, azon belül még kisebb dolgokra, majd még kisebb dolgokra, majd végre lesz egy háromsoros leírás, hogy mi a szart kell lekódolni oda abba, aki hagyott 15 sor helyére. Jó. Van-e kérdés?